Konrád György író a vendégünk, és szintén 56-tal kezdjük. Jó estét kívánok! Köszönjük! Azon mindig van a vita, hogy 56-nak ki az örököse. Ez kiderült a mai ünnepségeken is, hogy a magyar jobboldal úgy gondolja, hogy ők, ön szerint? Egész Magyarország. És mindenki, aki tud róla valamit, örököse jó, és talán kevésbé jó értelemben is. Jó értelemben, mert egy nagy lecke volt, nagy kérdés volt mindannyiunkhoz intézett kérdés. Mindannyiunkat meglepett. Én 2-3 héttel azelőtt, hogy kitört volna, még azt mondtam, hogy ez nem lehetséges. És mindenki alkotmányjogász lett. Egymással az emberek szóba álltak. Vadidegenek szólították meg egymást, és kezdtek el vitatkozni. Tehát a szólásszabadságnak egy nagy kirobbanása volt. A gyerekek tűzték fel a fákra a követeléseiket, hogy kértek hosszabb szünetet és kakaót az iskolában, szünetekben, és a házban összejöttek az asszonyok, és akkor együtt sütögettek, és a gyerekek ott játszottak körülöttük, a férfiak meg elmentek a forradalmi bizottságba, meg munkástanásba. Szóval egy érdekes, izgalmas, mondhatnám, hogy szép, és nem csak szép korszaka volt az országnak, mert láttam embereket lábuknál fogva felakasztani, láttam lincseléseket, láttam idiótákat ordítozni, de láttam okos beszédet is. Szóval csupa meglepetés volt, váratlan volt az ország annak is, aki benne volt. Ha már okos beszédeket említett, annak tartja egy Gyurcsány Ferencét, ami most sokak figyelmét felkeltette a napokban. Egy röpiratot is készített, és aztán ezt be is mutatta meglehetősen erős szavakkal. Azt mondta például, hogy Orbán Viktorral nincs és nem lehet kiegyezés, egy bűnszövetkezet irányítja az országot, a miniszterelnök pedig egy keresztapa álcájában. Ismerem ezt a gondolatmenetet, de szívesebben maradnék annál a javaslatánál, amelyet tavaly, ha jól emlékszem, vetett föl, hogy azt mondta, hogy kellene egy demokrata párt. És hozzátenném, hogy olyan demokrata párt, amelynek a vezetői valami primary féléken előválasztások révén mutatják meg magukat, és adnak alkalmat arra, hogy rájuk szavazzanak azok az emberek, akik érdekeltek az ellenzék politikájában. Ezt a gondolatot egyébként most is megismételte Gyurcsány Ferenc. Ugye arról beszélt, hogy a választási rendszer miatt kénytelenek összefogni az ellenzék pártjai, közös program, én ezt nem tartom közös kénytelenségnek, mert amennyiben ezek a pártok olyan nagyon védik a maguk különállását és saját egyéniségét, akkor azt hiszem biztos vereségre ítélik magukat, mert egy olyan típusú párt, mint mondjuk Amerikában a demokrata párt, az egy olyan mozgó lab valami, amiben hol ez emelkedik fel, hol az emelkedik fel, és amelyben senkinek nincs bürokratikusan bebetonozott pozíciója. És itt könnyebben ki és felemelkedne valaki a bal oldalon, hogyha nem több kisebb pártban, hanem egy közös pártban. Igen, hogy azon belül különféle platformokon. Ki tudna kiemelkedni? Hiszen most már elég régóta ezt a kérdést teszi fel. Hát akiben van elég tehetség. És nem csak vállalkozó. Ez lehet Gyurcsány Ferenc? Tehát ha ő hirdeti meg ezt az összefogást, akkor az... Ő neki nem lehetetlen még egy visszajövetele, egy comeback-je. Nagyon elment a kedve tőle sok embernek, akik fogékonyak voltak a karaktergyilkosság játékára, akik azt be tudták fogadni magukba, amiket mondanak róla. Itt csak az történt? Hát mindenféle hibákat csinál minden bizonnyal. Olyan politikus nincs, aki nem csinál hülyeségeket. Minden bizonnyal nem szándékosan és nem gonoszan csinált hülyeségeket. Jó lenne ön szerint, hogyha egyfajta ilyen közös, nagy, baloldali olvasztótégely pártból Gyurcsány Ferenc emelkedne ki, mint a közös vezető? Ha tud, ha egy előválasztáson a párton belül ő tud a legmagvasabb, használhatóbb, gyakorlatiasabb, szimpatikusabb javaslatokat mondani és beszédeket mondani. Jó, hogyha ő neki módjában állna megmérkőzni a
másik oldal miniszterelnök jelöltjével, amennyiben az még mindig Orbán lesz, akkor azzal zárójelben, annak is van ideje, ameddig egy ember hatalmi pozícióban van, és nem biztos, hogy nagyon jó, nagyon sokáig, ezt meg szokták érezni a nagy politikusok is. De hát, ha Orbán Viktornak volna, most volna például egy ilyen európai konzervatív szerepe, mert úgy látom, hogy a bajoroknak tetszik, meg mindazoknak az országoknak egy pillanatra a migráció kérdésére átlovagolhatnánk. Most azt a gondolatmenetet folytatja bizonyos értelemben, amit Heller Ágnes úgy kezdett, hogy szerinte van útja a magyar belpolitikából, az európai politikába Orbán Viktornak a migrációs ügyön keresztül? Úgy képzelem, hogy annak a kérdésnek, annak a tényleges kérdésnek a kezelése, nem tudom, hogy feloldása, de minden módon tárgyalása és ilyen-olyan reformokkal való enyhítése, hogy Európának vannak ugye a schengeni határai, de ezek nincsenek gyakorlatilag védve, és egyúttal a nemzeti határok megszűntek. Régen azért, ha én el akartam menni Franciaországba, innen Budapestről, akkor ahhoz vízumot kellett kérnem, és meggondolták, hogy beengedjenek. Ha Amerikába mentem, sőt, ha mentem még azután a rendszerváltozás után is, akkor a vízumot megkapni nem volt egy nagyon egyszerű folyamat, de Amerikából kimenni, hát a magától értetődően könnyű semmi. Tehát kimenni demokráciából könnyű, bemenni demokráciába nem olyan könnyű. Na most az, hogy egy ország, amelynek egy jogrendje van, mindenféle kontroll nélkül tömegesen engedjen be rengeteg embert, akikről nem tudja, hogy kicsodák, micsodák, milyenek, azt nem tartom az erőjelének, azt a gyengeség jelének tartom. Persze, az két külön dolog, hogy tudjuk, hogy kit engedünk be, regisztráljunk, vegyünk új lenyomatot, nézzük meg, hogy rajta van-e valaki az Interpol körözési listáján, és így tovább. Meg amit Orbán Viktor most mond, hogy ez egy invázió, az egyetlen megoldás, hogyha nem engedjük be őket, függetlenül attól, hogy kik ők és miből menekülnek. Ezt talán túlzásnak tekintem. Én egy okos befogadási vagy elnyelési politikát jónak tartanék, mert mondjuk Magyarországnak is, lévén, hogy csökkenő népessége is van, sok szükséges kapcsolata van a Közel-Kelettel. Én látom azt, hogy Közel-Keletről Dél-Kelet-Európán át megy Észak-Nyugat-Európa felé, ennek a nagy eurázsiai tömbnek az északnyugati csücske a leggazdagabb, és ezek az emberek nem bolondok, hogy a szegényebb helyre menjenek, ők a leggazdagabbak. De hát ez egy nonsens végül is. Ez olyan, mintha az emberiségnek háromnegyede él nem demokráciában, és még ezen belül is nagyon sok ember szegénységben él. De most ezeknek mindnek svéd állampolgárság kell, mert Németország sem igazán jó nekik. Ugye ön azt mondja, hogy valamiféle okos befogadás, de akkor az igen, hogy néz ki? Az hogy néz ki az okos befogadás? Hogy döntjük el? Értem, amit mond, és ezt már más újságinterjúkban is elmondta, hogy nem oldhatjuk meg a világ összes problémáját, és nem fogadhatunk be mindenkit, aki rosszabbul él. Másfelől azt is mondja, hogy valamennyi embert be kéne fogadnunk, például a fiatalokat, a képzetteket. Ezt hogyan döntjük hát, el? Én azt hiszem, hogy két szempont mérkőzik egy emberiességi szempont, hogy azokat az embereket, akik élethalál veszélyben vannak, azért, mert a területükön háború zajlik. Hozzáteszem, hogy azok a hatalmak csinálják és támogatják a háborút, amelyek most talán segítenek, vagy nem segítenek, de amelyek okozták a migrációs hullámot, az áradást, az emberáradatot. És ezt azok a háborúk okozták, amelyek vallásháborúk, ebbe az európaiaknak sok okossága nincs, hogy a síták vagy a szuditák a jobbak, mindegy, kettőt kell annyiban, amennyiben az európai demokrácia értékeivel, amennyiben az európai humanizmus értékeivel összeegyeztethetők, mind a kettőt kell tisztelni, de valójában arról van szó, hogy vallásháborúk és törzsi háborúkba keveredünk bele,
és ne gondoljuk azt, hogy ezek a háborúk kintrekednek az európai, vagy a schengeni, vagy a nemzeti határokon kívül, mert ezek a konfliktusok nyúanyagok. Arra gondol, hogy ha befogadunk, és az előbb azt mondta, hogy azokat fogadjuk be, akik veszélyből jönnek, akkor importáljuk ezeket a konfliktusokat? Óhatatlanul, viszont befogadunk mégis, mert az is elképzelhető, hogy egy csomó emberre szüksége lesz Európának ebben a kapcsolattartásban, az üzletben, a tárgyalásban, az oktatásban, a Közel-Kelettel. És Magyarországnak szüksége van? Mert korábban egyszer azt nyilatkozta, hogy nincsen szükségünk szíriaiakra, ha vannak üres állások, akkor inkább a határon túli magyarok. Ez egy elröppentett bombó volt. Ez sok kritikát is kapott érte. Igen, lehet, hogy hülyeség volt. De ami a lényeges, hogy Magyarországnak is szüksége van szakemberekre, akik netán tudnak arabul, akik tudnak farsiul, pashtul, tehát az összes közel-keleti civilizációval egyre inkább kapcsolatba kell lennünk, mert így hozta az élet. Veszélyes-e, hogyha ezek muzulmánok? Veszélyes-e, hogyha sokan jönnek egyszerre? Tény, hogy nincs muzulmán országban demokrácia. Tény, hogy a vallásnak és az államnak, a politikának és a politikai világnézetnek és az államnak az elválása, az erőszak hatalomnak az elválása muzulmán országokban nem történt meg. Tény, hogy a lakosság nagy többsége muzulmán országokban helyesli, hogyha a politikai kérdéseket a legfőbb vallási tekintélyek döntik el, ezzel szemben Európában a politikai kérdések eldöntése a politikusokra marad. Orbán Viktor most azt mondta egy spanyol lapnak, nem bocsánat, televíziónak, hogy ő a szólás és vallásszabadságot, a jogegyenlőséget, a nemek közti egyenlőséget, liberális szabadságjogokat félt. Ez nem teljesen hamis, mert ugye a férfi-női viszonynak az európai egyenlősége a sharia szemében nonsens. Az is tény, hogy az erőszaknak a alkalmazása legkülönfélébb relációkban, akár a terror formájában európai normákkal ugyancsak nem fér össze. Ön tehát szerint is gond lehet, ha párhuzamos társadalmak épülnek? Még egyet mondanék, hogy szabad szólásért a muzulmán társadalmakban sok baja van embereknek. Nem nagyon van olyan irodalom, legális irodalom, amelynek kritikai hangja, és mégis el van fogadva. Én a Nemzetközi PEN elnöke voltam, és ilyenként gyakran rendőrkíséretben találkoztam a Salman Rushdie-val, akire az ajatolla halálos ítéletet, fatvát mondott ki. Mit szól ahhoz, amikor azzal bírálják, hogy ön identitás alapon aggódik a muzulmánok nagy mértékű bevándorlása? Milyen identitás? Magyar, zsidó? Nem alaptalan. Lehetséges, hogy eszébe juthat bírálóimnak, de hát vannak keresztények is, akik identitás alapon rosszalhatják azt, hogyha keresztényeket lenyakaznak, és ez történik az iszlám állam esetében. Elfogadható-e, ha befogadunk keresztényeket, amikor őket éri az üldöztetés, de nem fogadunk be muzulmánokat? Hát én elfogadnám azt, hogy a keresztények kevésbé veszélyesek. Tehát ön, ha azt mondja Szlovákia, ha esetleg azt mondaná Magyarország, egyébként fogadott is már be Magyarország, igen, most ugye keleti keresztényeket, hogy ők jöhetnek, a muzulmánok nem, akkor azt nem mondanám, hogy a muzulmánok nem jöhetnek. Személyes vizsgálódásnak vetném alá ezeket a személyeket, és akkor még mindig nem erről van szó, hogy a határon kit engednek be, kit nem engednek be. Most ugye a visszatoloncolás az retetes történet lesz, mert most sokat fognak visszatolni. Most megkezdődik Németországból, aki csak gazdasági bevándorló. Ez a lépcsőzetes eszmélés, ez egy nagy baj volt. A naivitás a kezdeten, és aztán a kellemetlen kiábrándulás később. Az emberek nem tudják a lelki állapotaik változását igazában fantáziával elképzelni. Nincs emberismeretük. Azt jól értem, hogy az előbb gyakorlatilag azt mondta, hogy Orbán Viktor
politikailag, nemzetközileg profitálni fog ebből a helyzetből, jól jön ki belőle kvázi, akár nemzetközi szintű államférfi politikus lehet? Hát, hogy az ő karrierje hogy alakulhat, hogy is mondjam, nem elsőrendű kérdés számomra, mindenféle dolgokat fel tudok tételezni, még azt is el tudom képzelni, hogy felcsúton pipázik. Azért most nagyon sok bírálatot kap az Európai Unióban. Egy tegnapi eseményen azt mondta például a bizottság egyik alelnöke, Franz Timmermans, hogy nem lenne ekkora káosz Orbán Viktor nélkül. Ő mégis azt mondja, hogy ezt nem út az hiszem. Európai politikában. Ezt nem hiszem, hogy ettől van káosz, mert a különféle európai kormányok nem tudtak mit válaszolni erre a áramlásra, erre az áradatszerűségére az immigrációnak. Az immigráció megsokszorozódik. 10 évvel ezelőtt még egy tizedese volt annak, ami most van, és egyénenként zajlott. Ő észrevette ezt a tömeges vonulást. Nem volt nehéz észrevenni, mert ki kellett menni a keleti pályaudvarra. És talán jelentéseket kapott előre. És ez a dolog, ő is mondja, hogy nem fog megállni, Heller Ági az előbb mondta, ugyanezt mondta. Tehát nem tudom, hogy az elképzelés, ami az egyébként általam nagyon nagyra tartott Merkel asszonyt száját elhagyta, hogy majd fokozatosan kontrolláljuk, szabályozzuk, fékezzük, és majd vége lesz. Hát ez, erre kíváncsi vagyok. Nagyon köszönöm, hogy itt voltam.